estét kívánok! Köszöntöm Szombathely ma a Szombathelyi Televízió közéleti magazinjának nézőit. Mai műsorunkban két fő témát próbáltunk meg körüljárni. Elsőként a Magyar Zászló és Címer címmel szervezte konferenciát Szombathelyen, ennek részleteivel ismerkedhetünk meg. Aztán virtuális látogatást teszünk a Szombathelyi repülőtérre is, ami idén ünnepli alapításának 100. évfordulóját. Tartsanak velünk, azonnal kezdünk! A Magyar Zászló és Címer címmel konferenciát szerveztek hétfőn neves történészek és kutatók részvételével. Mielőtt azonban ennek részleteivel megismerkedhetnénk, Rácz Györgynek, az Országos Levéltár főigazgató helyettesének a Magyar Királyi Címerek című előadásából láthatnak egy rövid részletet. Az elmúlt néhány évben azt gondolom, hogy olyan minőségi áttörést sikerült ezen a területen elérni, hogy ezt mindenképpen szeretném, hogyha mindenki, a tudományos közvélemény és a legszélesebb nagy közönség is tudomást szerezne arról, hogy a magyar címertörténeti kutatások során úgy tűnik, hogy megdőlni látszanak azok az évtizedes dogmák, amelyek jelenleg a Wikipédiában, tankönyveinkben megtalálhatóak, és másként kell tanítanunk a magyar címer kezdetének, a magyar címer történetének a kezdeteit a jövőben, hogyha ezek az elméletek, ezek a hipotézisek a későbbiekben beigazolódnak. A történetet onnan kezdem, a folyóiratnak én vagyok a főszerkesztő, és megpróbálom összeszedni a legjobb tanulmányokat a témában, és indítottunk egy címer pecséttani sorozatot a Magyar Nemzeti Levéltárban, akkor még Országos Levéltár címen futott, a magyar királyi pecséteknek a feldolgozása a témája ennek a sorozatnak, és az első kötet Takács Imre az Árpádházi királyok pecsétjeit gyűjtötte össze, és ez kéziratban már szerkesztés alatt volt ez a tanulmány, amikor a szerkesztő társam Körmendi Tamásnak egy cikkét a kezembe kaptam, és döbbenten olvastam, hogy alig egy-két hónap eltelt, hónap különbséggel ez a két kutató, az egyik művészettörténész, a másik inkább történeti írott forrásokkal foglalkozó történész, ugyanarra a megállapításra jutott a magyar címer kezdeteit illetően. Nem volt más választás, mint hogy a készülő monográfiából azt a fejezetet, azt gondolom, hogy a tudományos etika így kívánta, a könyv az később jelent volna meg, kivettük azt a fejezetet, amelyik erről szól, és Körmendi Tamás és Takács Imre cikke együtt jelenhetett meg 2011-ben a Turul hasábjai. Ahogy ez lenni szokott, a későbbiekben ezek az új gondolatok megtermékenyítik a kutatást, és nyáron küldte el Tóth Endre tanár úr, aki hát a szombathelyiek előtt, azt hiszem, hogy nem kellett bemutatni, mindenki ismeri. Az utóbbi időben kevésbé Szaváriával, sokkal inkább a Szent Koronával foglalkozik, és az előző két cikk hatására, a saját bevallása szerint olyan új szempontok merültek fel, amelyek részben a Szent Korona történetét is befolyásolják, részben pedig nagyon erősen befolyásolják a magyar királyi címerek történetét is. Köszöntöm a stúdióban vendégeimet, Csapláros Andreát, a Szavária Múzeum igazgatóját, jó estét kívánok! Farkas Csabát, az Őrvidékház igazgatóját, jó estét kívánok! Valamint Kovács Jenő kuratóriumi elnököt, az Apácai Alapítvány képviseletében, jó estét kívánok! Jó estét! És önök mind-mind résztvevői, szervezői ennek a címer konferenciának. De először talán, mivel az Őrvidékház szervezésében valósult meg, Farkas Csabától kérdezném, hogy vett részt az Őrvidékház ebben, hogy kapcsolódott ez a rendezvényhez, és egyáltalán honnan jött az ötlet, vagy az elképzelés? Hát annyit tudni kell az Őrvidékházról, hogy a magyar nemzetpolitikának kívánunk egy műhely háttérintézménye lenni. A jelenleg már szorványban élő magyarság itt az osztrák, szlovén és a horvát területeken velük kívánunk szoros kulturális sportörökségvédelmi kapcsolatokat tartani. Mindehhez egy nagyon kiváló intézmény a partnerünk, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet, és ez a decemberi kormány határozat alapján, hogy miszerint március 16-át a Magyar Zászló és Címer napjává emelte, ezt ővelük közösen valósítottuk meg ezt a rendezvényt.
neves történészek és a rokon szakma képviselőivel. Az Apáczai Alapítvány volt, aki helyet adott, otthont adott ennek a konferenciának, rendezvénynek. Ezen kívül az Apáczai Alapítvány hogy kapcsolódik ehhez a Címer konferenciához, vagy úgy általában ehhez a kérdéshez? Köszönöm a kérdést. Ez a ház 8 éve működik, iskola, közgyűjtemény, kamara résztvevőkkel, de ez egy mindennapos tevékenység és egy konferencia. Egy ilyen országos jelentőségű konferencia, és ezt el kell mondani, az mindig egy teljesen más dolgot jelent egy épület egy háznak az életében. Az elmúlt 5 évben egy ilyen rendezvényt tudtunk megszervezni és lebonyolítani, ezért külön örültem annak a megkeresésnek, amit Farkas Csaba és csapata vezetésével érkezett hozzánk, hogy ez a konferencia, amit mondom, Budapesten is megállta volna helyét, ide jön először egyrészt Szombathelyre, másrészt pedig az Apáczai Alapítványnak az épületébe. Én nagyon köszönöm a sajtónak, hogy megfelelő mértékben tudósított erről. Szeretnénk, ez a jövőben gyakorlat lenne, tehát ne 2,5 évet kelljen várni egy ilyen jelentőségű rendezvényre, hanem fél évente tudjunk közösen, az ott lévőkkel együtt egy ilyen figyelemre méltó konferenciát rendezni. Ha már a konferenciába beleszaladtunk, és akkor beszéljünk a címerről. Ugye a történettudományban a heraldika, a címertan foglalkozik a címereknek a történetével, megjelenésével, történetiségével. Ugyanakkor ezen a konferencián nem csak történészek vettek részt, annak ellenére, hogy történeti tárgyú konferenciáról beszélhetünk. Igen, ennek a konferenciának a különlegessége az volt, jól lehet, a heraldika tudományán alapult az egész konferenciának a tematikája, de ettől függetlenül nagyon sok segédtudomány, úgynevezett segédtudomány is, tehát a történettudományhoz képest ugye a heraldika is egy úgynevezett segédtudomány, de itt azért ő játszotta a legfontosabb szerepet, kapcsolódott ehhez, tehát itt beszélhetünk a fegyvereknek a szerepéről, beszélhetünk a néprajzkutatásról, a kulturális antropológiáról, és még folytathatnám a sort, és ez a konferencia azért is volt nagyon fontos, mert megmutatta azt, hogy mennyire fontos az, hogy a tudományok összefogásában és az egymással való társalgásában, beszélgetésében újabb és újabb eredmények kerüljenek platformra, és újabb eredményekről lehessen beszámolni a közvéleménynek is. És azért nem szabad elfelejteni, hogy tényleg nagyon neves történészek, néprajzkutatók, fegyvertörténetkutatók voltak itt, tehát hogyha csak a Bertényi Ivánnal kezdem a sor, aki azért Magyarországon tényleg egy legenda, nem csak a heraldika kutatásában, hanem történettudományban is. Úgyhogy a hallgatók, akik ott voltak, még másnap is például a múzeumnak a munkatársai beszélgettek azokról a témákról és azokról a problémás felvetésekről, ami ott elhangzott a konferencián. Miért fontosak a címerek? Mit jelentenek ezek az identitás, vagy mondjuk a magyarság szempontjából? Az identitás szempontjából rendkívül fontosak, tehát ezek egy olyan üzenetet hordozó anyagok, de nem csak a nemzeteknek, nem csak a magyarságnak, hanem egyes családi címerekről is, hogyha beszélünk, hogyha az ember ránéz, akkor pontosan tudja azt, hogy annak a címernek mi van a hátterében, milyen történetet mesél el nekünk, és természetesen korábban például a középkorban az emberek számára ezek a szimbolikák sokkal többet jelentettek, mint a mostani ember számára. Tehát, hogy csak belegondolunk a miséken, a templomokban szereplő szimbolikákról, hogy egy kicsit másabb oldalról is megközelítsük ezt a témát. És természetesen a magyar címere, akárhol van az ember a világon, ránéz, akkor pontosan tudja, hogy hol van az otthon. És szerintem ezért nagyon fontos volt ezeknek a címereknek a fejlődésének, vagy a zászlóknokon, ez mindez hogyan jelennek meg ezek az elemek, ezeket itt is bemutatni a közönségnek, a hallgatóságnak. Érdekes, hogy említette ezt a címer szimbolikájának a változását. Én még emlékszem, amikor gyerek voltam, akkor egy egészen más címere volt Magyarországnak, és a rendszerváltozás után lett az a címer lényegében, amit ma ismerünk, és amit ma látunk különböző hivatalos okmányokon, vagy akár a tankönyvekbe. De hogyan változott a magyar címernek a története így a kezdetektől? Ezt nagyon érdekesen fölépítették, ez több előadásban is előfordult itt a konferencián.
konferencián, és ha csak mondjuk a Kossuth címernek a változását veszük, ugye nem is tényleg a magyar címernek a címertanban a változásokat végigveszük, egyszerűen hihetetlen az, hogy milyen elemek kerülnek bele egy címerbe, és milyen elemek kerülnek el, és hogy pontosan a szimbolikával, tehát például a koronának a megjelenésével a leeső korona és az eltűnő koronának mi mindent tud kifejezni, hogy abban milyen politikai, milyen harctéri, milyen szabadság utáni vágyi háttér van. Tehát mindezt nem csak egy család, hanem egy nép is ki tudja fejezni azt a fajta változást. Tehát, hogyha végignézzük tényleg 48 után ezeket a változásokat a mai napig, és csak Nyugat-Európát vagy Európát nézzük meg, egyszerűen hihetetlen, hogy milyen történelmi képek jelennek meg e mögött. Ön vezette a konferencián a második szekciót, ha jók az információim. Milyen előadások hangzottak el itt? Miről szóltak ezek? Igen, a második szekciót azt én vezettem. Dr. Töll László tartott a magyar katonai jelképek hat történetéből egy szenzációs előadást. Tehát egyszerűen hihetetlen az, és nagyon sokat az első szekciónak az előadásával, dr. Hidány Csabával, aki a Zászlók középkori Magyarországon című előadását tartotta, de mind a ketten fegyverekkel foglalkoznak, de nem csak úgy, hogy kutatgatják otthon a könyvekben, hanem ki is próbálják őket, és pontosan elmagyarázta, hogy a szabjának mi a jelentősége, hogyan lehet vágni belőle, milyen sebeket üt. Tehát egy nagyon-nagyon érdekes és izgalmas előadás volt. Dr. Bali Jánosnak az előadása pedig pontosan a néprajzi oldalról közelítette mindezt, és a kultúra-antropológia oldaláról, ami egy abszolút más szemléletet mutatott be nekünk, és ami szép volt az egész konferencián, hogy nem csak hazai anyagokkal foglalkoztunk, hanem a székely jelképekkel, ami nagyon szorosan kapcsolódik természetesen ugye Magyarország történetének a része, és itt ezen a konferencián is megjelenhetett. És ez a szekció egyik kedvenc témám, ugye mégiscsak Vas megye. Ugye dr. Bokányi Péter irodalomtörténész nem csak az ő helytörténeti irodalom kutatásait mutatta meg, hanem a saját családjának a történetét. Tehát ő egy kisnemesi családból származik, és a Hőnöcki egy kisnemesi családnak, Bokányi családnak a történetét is címertanát mutatta meg, ami rendkívül izgalmas volt. Ha már Vas megyéről beszélünk, ha jók az információim, akkor ön vezette a Vas megyei szekciót, hogyha mondhatom így ezt a harmadik szekciót a konferenciában. Milyen előadások hangzottak még itt el? Miről szóltak? Vas megyének milyen vonatkozásai vannak ebben a témakörben? A négy előadóból egy az nem Vas megyei helyi témát választott, de rendkívül izgalmas, érdekes témát, a kuruckor, a Rákóczi szabadságharcnak a jelképei címe erről tartott előadást Kukor Ferenc igazgatóhelyettes úr. A másik három előadásnak a témája hozzánk kötődik, Vas megyéhez. Az első Vasvár megye címeréről szólt, Zágorhidi Cigány Balázs előadásában. A legérdekesebb része talán, mindenki tudja, ez a bizonyos trucmadár, amin egyébként mai napig vitatkoznak, és azt gondolom, hogy még hosszú évszázadokig is el fogunk vitatkozni, hogy ez hogy került bele Vas megye címerébe. Egy biztos, hogy 450 évvel ezelőtt már, tehát onnan van az első hiteles vasvármegyei címerünk, ez a strucmadár benne volt. És ezt gondolom, a strucmadarat a konferencián volt valaki, aki esetleg említett lehetséges magyarázatokat arra vonatkozóan, hogy hogy került bele? Hogy ne, ezt én sem megerősíteni, vagy általában nem tudom. A strúc az egy nagyon mohó madár, ezen azt kell érteni, hogy bármit meglát a környezetében, azt azonnal megeszi, rágja, teszi-veszi, és tulajdonképpen a patkó az egésznek a lényege, tényleg a vaskohászat, ami egyébként ma, vagy az újkorban már nincs Vas megyében, de egykoron nagyon jelentős volt, hasonlóan például a borsodi egykori vaskohászathoz, és ez a lényege, hogy a patkót is ez a strucmadár szájába vette, vagy megette, vagy játszott vele, ezen lehet polemizálni, de így függ össze, hogy egy olyan tevékenységet próbált jelezni, ami erre a vidékre nagyon is jellemző volt. A másik két előadás követte Vas megyei címerét, nagyon érdekesen a Vas megyei, illetve a szombathelyi, vagy a szombathelyi püspököknek a címerei. Ez ilyen hosszú időre ugye nem tudunk visszamenni, hisz Mária Terézia alapította ezt a püspökséget 240 évvel ezelőtt. Nagyon érdekes volt követni a szombathelyi püspököknek, hogy ez hogy változott ezen 240 év alatt. És volt egy nagyon izgalmas téma, ami engem talán a legjobban
megérintett Takács Zoltán Bálint Sárvár igazgató úr a Nádasdiak címeréről beszélt. Miért is fontos a Nádasdiak? Batthyányiről sokat beszélünk, de nem tudjuk, hogy Batthyány előtt volt ennek a megyének egy országbírája, akit szerencsétlen történelmünk során, kedves Habsburgok, 1671-ben lefejeztek, amikor ez a család az első 3-4 méltóságban benne volt Magyarországon. Én azt gondolom, semmi olyat nem tett Nádasdy Ferenc, a harmadik Nádasdy Ferenc volt egyébként, ami ezt kellett volna, hogy tegye, de mondom, ez a történelmünk része. Ami a legizgalmasabb volt, hogy igazgató úr bemutatott több olyan címert. A Nádasdy család címerében van egy kacsa, aki feltartott, felemelt szárnyal a védelmet jelképezi, és ezeken a címereken a kacsa fejét levésték, ugye kőcímerekről van szó. Tehát Sárvár népe, maga a család, illetve akár a jobbágyok, tehát Sárvár közösség úgy tiltakozott, hát ugye ezt tehát nyíltan nem lehetett tiltakozni egy ilyen császári, ugye királyi döntés ellen, de ezzel tiltakozott, hogy a címerből, a Nádasdy címerből a kacsának a fejét, ahogy hát fejét vették Nádasdy Ferencnek is, levésték. Ez egy nagyon érdekes dolog, és pont ezzel kapcsolódik, az előbb ön kérdezte, hogy maga az alapítványunk, az Apáczai név. Apáczai innen 700-800 méterre ért született, keletre, tőlünk 1400 kilométerre tanult nyugatra. Nádasdy család volt szinte az első magyar nyelvű könyvkiadás, könyvnyomtatásnak a megalapítója az egész ország területén. Tehát van egy szerencsétlen sorsú ország, három részre szakadva, de a főurak, vagy az erdélyi polgárok ebben a borzalmas 200 évig háború front volt sajnos Magyarországon, ennek is ugye köszönhető a magyarok kipusztulása, de ezek az emberek ebben a háborús korszakban elmentek tanulni Hollandiába, Németországba, vagy aki itthon volt Sárváron, amit hál' Isten a török sosem tudott elfoglalni, magyar könyvnyomtatást csinál, elnézést, a fronttól nem, jobb szó nem jut eszembe, 50 kilométeren. Tehát én ezt emelném ki, hogy a magyarság elődeink mindvégig próbálták a művődés történet, a kultúra, az oktatást fenntartani abban a borzalmas nehéz helyzetben, ami jellemezte a középkorunkat. Már elhangzott az igényre, de lesz-e folytatás? Igen, lesz folytatás. Próbáltunk nagyon sokszínűvé varázsolni ezt a konferenciát, és ezek az előadók valósan vissza fognak térni hozzánk. Szeretnénk rendhagyó történelemórákat tartani a diákoknak általános és középiskolai szinten is. És elmondhatom nagy örömmel, hogy mindegyik előadó vállalta, hogy szívesen jön Szombathely, hogy összeállítjuk a tematikát. Úgyhogy most a következő hetekben ezen fogunk dolgozni. Mi pedig bízunk benne, hogy erről mi is beszámolunk majd, illetve lehetőségünk lesz akár egy ilyen beszélgetés keretein belül ugyanerről, vagy ezekről a rendhagyó történelmi órákról is beszélgetést kezdeményezni. És köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásomat. Köszönjük szépen. Mi is köszönjük. Kedves nézőink, mi pedig megyünk tovább. Alapításának 100. évfordulóját ünnepli a Szombathelyi repülőtér. A következő percekben vendégeim segítségével felidézzük majd a katonai reptér történetét, de előtte egy rövid részletet láthatnak a Szombathelyi Televízió történelmi séták filmsorozatának a Garnizonváros című epizódjából, amelyből megtudhatjuk, milyen volt korábban a reptér. Az osztrák-magyar monarchia katonai vezetése bár hamar felismerte a repülés alkalmazásának szükségességét, mégis csak 1912-ben indították el fejlesztési programjukat. Szombathelyen először 1913 őszén egy kétnapos légi bemutató alkalmával csodálhatták meg az emberek a repülőgépeket. Közel 10 000 néző kísérte figyelemmel a légi parádét a lovassági gyakorlótéren. Már ekkor megfogalmazódott annak a lehetősége, hogy itt is meginduljon a pilóták kiképzése, és erre nem is kellett sokáig várni. Amikor 1915-ben Olaszország is belépett az első világháborúba az Antant oldalán, az olasz-osztrák határ közelében fekvő Görcből a hadügyi kormányzat egy május 9-én kelt és sürgősséggel kiadott parancsában az ott állomásozó 4. pilóta kiképző századot Szombathelyre telepítették.
Az egységet a város északi határában elterülő egykori lovassági gyakorlótéren helyezték el. Első parancsnoka Oswald Robert százados, tábori pilóta volt. Itt zajlott a kezdő pilóták oktatása, akiknek a kiképzés elején a földön kellett elsajátítaniuk a gépek vezetési technikáit, majd azok felemelését és levegőben tartását, az úgynevezett ugró gyakorlatokat végezték. Ezt követően került csak sor az igazi repülésre. Betonpálya nem volt, a pilóták füves leszálló pályán gyakoroltak. Közvetlenül a légibázis mellett építették fel a kiszolgáló egységeket, irodákat, legénységi szállásokat, valamint az összesen 600 négyzetméter alapterületű hangárokat. 1915 végére kiépítették a vízvezetéket és a közvilágítást, és a terület alapcsövezése is befejeződött. A repülőteret ezt követően csak 1928-ban bővítették. Ekkor vásárolták a söptéig húzódó, még szabad földdarabot, ezen létesült az úgynevezett B reptér. Itt oktatták az alapkiképzést sikeresen teljesítő pilótákat, és itt fogadták az érkező polgári repülőgépeket. De ekkor készült el a Váti, vagyis a C reptér is. Ezt jó részt raktározásra használták, de később ez lett a bombadobó tér is. Az összterület több mint 3,3 négyzetkilométerre nőtt, és már 92 kis, 41 közepes és 22 nagy repülőgép állomásozott itt. A repülőteret kerítés határolta. Az 1920-as évekig az egyik bejáratnál hatalmas, szárnyaló turulmadár őrködött. A kép hátterében láthatók a földszintes legénységi szállások és a tiszti pavilon. A repülőoktatás az első világháború idején Ettrich Taube, Lohner B, Albatros, Aviatik típusú gépeken zajlott. Igazságot Magyarországnak! Igazságot, igazságot, igazságot Magyarországnak! A pilóták kiképzése szigorú, kötött időbeosztás szerint zajlott. Jó időben a hét minden napján, napfelkeltétől napnyugtáig tartottak a gyakorlati foglalkozások. A kezdők a gyakorlótér felett, míg a képzettebbek a jág körment vonalon repültek. Rossz időben főleg elméleti oktatás zajlott. Motortan, aerodinamikai ismeret, térképtan, meteorológiai képzés, fegyvertan. Az alapvizsgát követő haladó kiképzés végére a leendő pilóták több mint 300-szor emelkedtek a magasba. Ezt követően tettek záróvizsgát, és kaptak pilóta igazolványt. Az első világháborút lezáró trianoni béke katonai rendelkezései egyebek között megtiltották, hogy az ország légierőt tartson fenn. Ám az 1925-ben megalakított Magyar Királyi Repülőgépvezető Iskola keretein belül burkoltam, de tovább folyt a hadászati célú kiképzés. A szombathelyi bázis a két világháború között Magyarország legnagyobb repülőtere volt. Többek között magyar gyártmányú Oravec oktatógépeken tanították a pilótákat. Ezeket postagépeknek álcázták, hiszen a trianoni döntés csak a polgári légiforgalmat engedélyezte. Német UDET, angol Bristol School gépeken kívül kétfedeles Fiat CR-20-as vadász, Caproni 101-es és Junkers 86-os bombázógépeket, valamint Aradó 96 típusú oktatógépeket is rendszeresítettek a pilóták kiképzésére. De Fokker és Avis gépek is feltűntek a szombathelyi légtérben. Miután 1939. január 1-én megalakult a Magyar Királyi Honvéd Légierő, Szombathely lett a gyakorlati alapkiképzés egyetlen központja.
A repülőtér működésének végét az jelentette, ami a kezdetét. A világháború. Csak 3 évtizeddel később. 1944. júliusától folyamatosan bombázták Szombathelyt, a repülőteret is, amelyet 1945. március 29-én a Vörös Hadsereg 6. Gárda gépesített Dandár harckocsi ezrede foglalt el. Köszöntöm a stúdióban vendégeimet, Erdős Zoltánt, a Szombathelyi Repülőklub titkárát, jó estét kívánok! Estét. Valamint Pallósi Pétert, aki a vitorlázó szakosztály vezetője, jó estét jó kívánok! Estét. Hát 100 éves a Szombathelyi Repülőtér, ugye erről beszélgetünk, de hogy lehet összefoglalni ezt a 100 évet? Hát röviden elég nehéz, mert azért hosszú időszakról van szó, és változatos időszakról. Egészen más ez a történelem, mondjuk az induláskor, az első világháború és utána, aztán egészen más a 45 utáni sportrepülés és a mostani. Nagyjából azt hiszem, hogy ez a 3 fő időszak, amiről lehet beszélni. És hát amikor ez a reptér indult, akkor igazából az első világháború az, ami létrehozta, illetve hát a képzés szükségessége. Aztán következő, szintén a második háború volt a következő nagy lökés. Közben voltak különböző dolgok, repülések, polgári repülés is, és aztán igazából az 50-es években is a polgári repülésé volt ez a reptér, illetve akkor indult el a sportrepülés. Akkoriban MH-s színekbe, és aztán, amikor változtak a dolgok, akkor ez a sport is külön önálló sportegyesületként létezünk most, és más feltételek között, mint korábban. De tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ez egy eredetileg katonai repülőtér volt, és harcászati célra használták, alkalmazták, de a II. Világháborút követően lényegében a polgári repülés és a sport az, ami dominál a Szombathelyi Reptéren manapság. Igen, annyi kiegészítésre, hogy igazából harcászati célra ezt a repülőteret nagyon rövid ideig használták. Alapvetően kiképző repülőtér volt korábban is, és a II. Világháború idején is. Nagyjából csak akkor használták konkrétan aktív harcászati célra, amikor a front közel volt, de alapvetően ez kiképző repülőtér volt. Ha már a II. Világháború szóba került, ugye adja magát a kérdés Szombathely révén, hogy 1944-ben ugye Szombathely a bombázások áldozatává esett a II. Világháború során. A repülőteret ez mennyiben érintette? Hát elég rendesen, ennek a nyomai ma is megvannak. Voltak elég sikeres találatok, főként a repülőtér déli részét sikerült nagyon bombázni. Ma is egy kicsit göröngyös a pálya, tehát ezt leszálláskor érezzük, hogyha arra részre szállunk, hogy azért ez nem olyan. Ugyanakkor a göröngyös pálya nem riasztja el talán a repülőket. Mit lehet tudni? Hányan használják, hogyan használják, mire használják ezt a repülőteret most? Most körülbelül 50-en vagyunk a repülőklubban, és szinte minden tagunk a sportrepüléssel foglalkozik. Jó részük vitorlázó repüléssel foglalkozik, ez a legnépesebb ága, az a legnépesebb szakosztály repülőklubban. És most idén 10 kezdő növendékünk van. Ez a korábbi években nem volt ilyen magas szám. Most megpróbáltunk minél több embert toborozni, és a repülőklub jövőbeli előrelépése is a pilóta képzésen nyugszik saját véleményünk szerint. Úgyhogy ez a fő álmunk. Hogy lesz valakiből pilóta? Ha én most azt mondanám, hogy nekem minden gyermekkori álmom, hogy pilóta szeretnék lenni, és ezt a Szombathelyi Repülőklubnál szeretném megvalósítani, megtehetem-e és hogyan? Igen, hát ez egy nagy misztikum, hogy kiből lehet pilóta. De szeretném eloszlatni a filmekben látott követelményeket.
gyakorlatilag bármelyik átlagember alkalmas erre. 15 év a korhatárunk, tehát ő egy fiatal diák is elkezdheti a repülőgépvezetést megtanulni. Kell egy orvosi vizsgálat, amin részt kell venni, nem egy túl komoly vizsgálatról van szó. Gyakorlatilag aki autót tud vezetni, az alkalmas repülőgépvezetésre is. És akkor van egy elméleti vizsga, azt nálunk bárki megszerezheti a tudást ehhez, és le is vizsgázhat, és utána kezdjük a gyakorlati képzést. Azt kell mondjam, hogy egy nyár az az idő tartam, ami alatt egy kezdőből önálló pilótává válhat valaki. Vannak-e ilyen különösen érdekes dolgok itt a sportrepülés területén? Gondolok itt olyanra, hogy egy ifjú férj nagy romantikus gesztusként a levegőben szeretné megkérni élete párjának a kezét, vagy repülőgépről szeretne bázisugrást csinálni valaki, vagy bármilyenek. Igen, minden évben vannak ilyen érdekes kérések, és ez egy nagy szépség ennek az egész sportnak, hogy ezeket teljesíthetjük, próbáljuk is teljesíteni őket. A lánykérés az elég gyakori. Nem akarom eloszlatni ezt a unikumot, hogy de most már egyre gyakrabban előfordul. A virágszórás esküvőkre, meg minden egyedi kérés próbálunk, ami a szabályokat, amiket engednek a szabályok, azokat megpróbáljuk teljesíteni. Hányan használják ezt a repülőteret? Milyen, mekkora élet van itt? Mivel sportrepülésről van szó, az emberek munka után tudnak csak foglalatoskodni ezzel a dologgal. Úgyhogy főleg hétvégente van élet a repülőtérem. Ilyenkor a klubtagok nagy része kint van és repül, idegen repülőterekről is érkeznek hozzánk gépek. Úgyhogy egy olyan általában 10 repülőgép az, ami használja a repülőteret, és egy olyan 20 ember körülbelül egy jó hétvégi napon, egy szép napost. És nem túl szeles hétvégén. Kinek a tulajdonában vannak ezek a gépek? A repülőklubnak vannak saját gépei, vagy mindenki hozza a maga repülőgépét? Ugye említette, hogy autóvezetői képességek elegendőek a pilóta képzéshez, de azt gondolom, hogy kicsit drágább egy ilyen gép, mint egy autó. Ez nem igaz. Körülbelül egy középkategóriás autó árának megfelelő összegen lehet venni manapság egy repülőgépet, és főleg egy vitorlázót, de akár egy motorost is. És a repülés sem drágább, mint autózni. Vannak olyan repülőgépeink, amikben egy gyakorlatilag autómotor van, tehát autóbenzint kell betankolni, ugyanannyit fogyaszt, az ára is közel azonos. És vannak klubtulajdonban lévő repülőgépek is, de vannak most már egyre gyakrabban magántulajdonban is. Ez a két dolog jól megfér egymás mellett a reptéren. Mindenkinek az a célja, hogy minél nagyobb élet legyen, és gyakorlatilag ez az egyetlen irányelv, ami itt szóba jön. És ha már minél nagyobb élet legyen, ugye 100 éves a repülőtér, tehát ez egy, azt gondolom, egy kerek és nagyon szép évforduló. Készülnek-e valamivel erre az évfordulóra, ennek megünneplésére? Igen, több mindennel. Alapvetően az a cél, hogy a repülős szezonban mondjuk havonta legyen valamilyen rendezvény, kinek-kinek ízlése szerint. A legelső ilyen rendezvény, ami még az időjárás problémák miatt nem is annyira reptéri rendezvény lesz, hanem április 11-én a Szavária moziban, szombat délután lesz egy fotókiállítás megnyitó. Ez a korábbi bejátszásban látott képanyaggal hasonló képek, illetve előadás, több előadás a reptér történetéről. Illetve utána egy könnyedebb játékfilmvetítés, ez a Szabadság külöljárat című film, ami azért érdekes, mert a játékfilmként, de az egyetlen magyar repülőgép eltérítés történetét próbálja feldolgozni, vagy arra épül. Tehát ez az első program, ez bárki bejöhet rá, tehát szívesen látunk mindenkit. Aztán lesz olyan szakmai program április 23-án, ami a nagy háborús emlékév programjába tartozik, de ott is lesz repüléstörténeti előadás. Ez az Aréna 8-ban lesz.
A szakmai program az mit jelent? A szakmai program azt jelenti, hogy ez gyakorlatilag a nagyháborús emlékév szervezésében zajlik, és ott lesznek különböző történeti előadások, és ezek között lesz egy repüléssel. Tehát ez nem repülés technikai, nem, szakmai? Nem, ez történeti. Történeti. Aztán igazából a következő ilyen időpont az a majális, de az egy olyan történet, hogy mindenki, szóval a városban nagyon sokan úgy vannak, hogyha május 1-e, akkor repülőtér. Tehát ez egy szinte standard program, és ennek idén is szeretném megfelelni, hogy ez háromnapos, jó idő esetén háromnapos program lesz. Mindenkit szívesen látunk kint, ki lehet próbálni. Emiatt aztán igazából ilyen jubileumi dolgot oda nem terveztünk. Viszont a történet hagyományok szerint valamikor nyár elején kezdődött Szombathelyen annak idején 100 éve a repülés oktatás és a tényleges repülés. És ezért úgy gondoltuk, hogy ilyen június elején ennek örömére egy emléktáblát avatunk kint a reptéren. Ez egy protokollárisabb ünnepség lesz, egy megemlékezés, és hogy mondjuk úgy, hogy a repülős emberek sem maradjanak ki a játékból, ezért július elejére tervezünk egy olyan programot, ami ilyen repülős találkozó. Hasonlóan, hogy autósoknál létezik a Bogár meg a Trabant találkozó. Van egy nagyon elterjedt gép, ez a Sejbe Falke. Nálunk is van 3 darab Szombathelyen, és úgy gondoltuk, hogy csinálunk egy típus találkozót Falka néven, amire már most van érdeklődés Szlovéniából, Ausztriából és Szlovákiából is, tehát ez egy nemzetközi találkozónak írlik, ez még szervezés alatt van. Ezt hogy kell elképzelni, ezt a gépet? Hát igazából ez egy elég régi konstrukció, ez 40 éves körül van, cső vász szerkezet, vászon és fa szerkezetű szárny. Viszont nagyon kellemes. Igazából ez egy motoros vitorlázógép, tehát motor nélkül is nagyon kellemesen repül, meg is szoktuk csinálni, hogy arra jó, hogy fel lehet vele szállni, motor kikapcsol, és akkor szabadon repülni, mint egy vitorlázógéppel. Nagyon jó indulatú gép, nagyon szeretik az emberkék, és elég olcsó ahhoz, hogy tulajdonképpen hobbi célra lehessen használni. A gép is olcsó, az üzemeltetése is olcsó. Ahogy a Peti említette, gyakorlatilag automotorral és autóbenzinnel megy. Lesz-e születésnapi ünneplése a repülőtérnek, akár a repülőklubon belül, vagy egy nagy közönségnek szánt csak ezt a 100 éves évforduló célzó rendezvény? Nem igazán készültünk ilyen nagy dologra. Igazából próbáltunk támogatókat szerezni. Szó volt arról, hogy valami repülőnapfélét összehozzunk, de ennek elég komoly költségei vannak, és igazából olyan szintű szponzor nem áll mögöttünk, hogy ezt meg tudnánk kockáztatni. Minden esetre így is nagyon szép számú rendezvényekről hallottunk, amiben mindenki megtalálja tulajdonképpen azt gondolom az érdeklődésének megfelelőt, akár a történetiségre, akár magára a repülésre vonatkoznak ezek az érdeklődések. Én köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásomat, és számomra külön öröm volt, hogy ennyi mindent megtudhattam a repülésről, számomra is újdonságok voltak. Köszönjük. Viszlát. Kedves nézőink, önöknek pedig munkatársaim nevében is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, és ha holnap esetleg egy kis komoly zenei élményre vágynak, akkor látogassanak ki a Szavári Egyetemi Központ zenei tanszékére, ahol Horváth Rezső halálának első évfordulóján koncertet ad az Erkel Kórus. Minden érdeklődött szeretettel várnak. És önöknek pedig további szép estét és jó televíziózást kívánok. Viszontlátásra!
A műsorvezetőket a Jeans Store öltözteti.